vezetés új megvilágításban. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. Számos autófényező üzemben az Industriplan Kft. Készítette a fényezőműhelyt. Többek között a Schiller Opel, a Duna Auto Zrt., valamint a repülőgép alkatrészek felületkezelésével foglalkozó Aeroplex Közép-Európai Kft. A ló az ló. Egy nem mindennapi könyv, ami eddig itthon soha el nem mondott, le nem írt őszintességgel van a lovakról. Egy könyv, amely új fejezetet nyit a ló és lovas ember kapcsolatában. A lovak bibliája. A ló az ló. A könyvet megrendelheti az alábbi linken lovaskönyv.hu. Sportosak! Taxit szeretne rendelni? Ne tétovázzon! Hívjon engem! Igen, jó hallotta, engem! A Taxify támogatásának köszönhetően kellemes utunkat akár egy sportos beszélgetéssel is feldobhatjuk. Utazzon velem a sport és a fair play szellemében. Hívjon! 70 94 80 98 1. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Start! Start elindult a Rádoki József emlékverseny, hiba nélkül kezd az egész mező, nagyon gyors Priscilla az elején, azért ebben a társaságban nem lesz könnyű megtartani ezt a pozíciót, gyorsít is mellette Vakarcs Ergé, és le így tud neki csukni, mellettük a favorit Henri Boss, és kimondottan jó starton van túl, a Priscilla mögül egyébként Dacia Türgo is jól vette a startot, Unikavik, Timoko, RL mögöttük a sorrend, Lövi Kikov is egészen bízhatóan kezdett, némi meglepetése Tiara Bosshoz, aki visszaesik most a mezőny végére, előtte Ugolino Ans. A frontban Vakarcs Ergé, most már Henri Boss, az egyébként is nagyon-nagyon jónak tűnő kezdő tempóra még rátesz egy lapáttal, meglátjuk, meddig bírják majd, mert nagyon-nagyon erős ezen a pályán ez a tempó. Minden esetre a favorit egy körrel vég előtt vezet, Henri Boss mögötte Vakarcs Ergé, jön Dacia Türgo, szép lassan pedig talán Unika Vik is kezd kibontakozni. Nagyon belekezdett tehát Henri Boss, szemmel láthatólag jó tempót diktál az élen, mögötte ott versenyez Vakarcs Ergé, aki mellé egyre közelebb zárkozik, Dacia Türgo francia földről, az ő hátán pedig ötösel Unika Vik igyekszik egyre inkább előre, Priscilla még mindig jól tartja magát, Lévi Kicsov is abszolút a frontban vitézkedik Timoko RL társaságában jelen pillanatban, és mondjuk el azt, hogy gyakorlatilag szinte egy kivételével minden ló ragyogóan a versenyben van. Kívülről most úgy tűnik, hogy Ugolino Ans lesz az, aki begyújtja a rakétákat a háttérben, és próbál meg közelíteni az élbolyhoz, legalább egyelőre azonban az élen Henri Boss. Henri Boss mellett ott van már Dacia Türgo, majd Vakarcs Ergé, illetőleg Unika Vik következik. Ez a négy egy kicsit különvált a többiektől, a háttérben némi nemű helyezkedés, és Ugolino Ans is talán tud majd jönni, Tiara Boss kivételével még mindenki a frontban lévőnek számít. Ilyen a verseny utolsó 400 méterre, a favorit Henri Boss tovább is tartja előnyét, Dacia Türgo lendülete, mint hogyha hirtelenjében megtörni látszana, viszont elindul most már a másod favorit Unika Vik, Henri Boss, Unika Vik, Dacia Türgo, Vakarcs Ergé, Lévi Kikov, Ugolino Ans, és háttérben talán még Timoko RL-nek is lehet némi keresnivalója. Henri Boss tovább is rettenetesen erős. Henri Boss Veljko Mazsittyal elsőként fordul az utolsó 200 méteren. Lévi Kikovnak van óriási momentuma, feljöhet a dobogóra. Henri Boss pedig a végén Unika Vik támadja. Unika Vik rettenetesen erős az utolsó métereken, és elsüvít a favorit mellett. Unika Vik fogja megnyerni Gáspár Andrással a futamot. Unika Vik a nyerő, mögött Henri Boss a második, szoros harmadiknak a végén megérkezik a Lévi Kikov, Ugolino Ans a negyedik, Dacia Türgo az ötödik.
Start! Második nekifutása, elindul a 2017-es Ménesek díja. Az élről forduló három évesek közül Vitál Ergé kezdett a legjobban. Mögötte Villám Víret, a Vilnöv sorrend alakul ki az első néhány lépés követően. A két ötéves közül sokkal-sokkal jobban kezd Time to Say Goodbye, mint Titán Vildát. Extra hosszú verseny, kettő és fél kör. Hát az már látszik, hogy tulajdonképpen Titánvíg kivételével az öreb, az idősebb lovak lassacskán már most meg fognak érkezni a három évesek mögé. Egyelőre azonban libasorban üget a mezőny, és így is fogják elérni majd az első kanyart, méghozzá Vitál Ergé vezetésével. Vitál Ergé az élen, mögötte másfél osszal jön Villám Vill, Villeneuve momentán a harmadik helyen. Nagyjából egy másfél osz van egyébként az ügető lovak között szinte végig. Villeneuve mögött jön a favorit Urilányer, aztán Urán Ergé. Következik mögöttük Time to Say Goodbye, és azt gondolom, szép lassan a mezőny végéről a gyengén kezdő Titán Vill is megkezdi a zárkózást. Még valamivel több mint kettő kör van hátra, több mint 2400 méter az idei Ménesek díjából, abból a futamból, ami dönt majd a 2017-es ügető liga sorsáról is. Vezet még mindig Vitál Ergé, mögötte jön Villám Vill, a harmadik helyen Villeneuve, tehát élen egyelőre a három évesek. És nagyjából az első, illetőleg az utolsó között egy olyan 20, maximum 30 méteres távolság lehet. Vitál Ergé vezet Hajnal Tiborral előnye, egy két hosszra tehető, mögötte érkező Villám Villel szemben, majd pedig jön Villeneuve, tehát az első három helyen a három alaptávról forduló ló, aztán pedig jönnek a 40 méteresek, az az Urilány R, illetőleg Uránia Ergé, de már nagyon közel ott a nyakukban Time to Say Goodbye, aki az éről fordulóknak 60 métert tudott föladni, és viszonylag jelentősnek mondható Titán Vill hátránya azonban egy gyorsabb szakasszal ő is följebb zárkózott. Most egyértelműen megfogta egyébként az iramot Hajnal Tibor Vitál Ergé szulkiában, tehát szemmel láthatólag nagyon lelassult a menet. Villám Vill őrzi második helyét, a harmadik pozícióban pedig ott van Villeneuve, és úgy tűnik, hogy a totyorgást megunja Urilány R, aki egy huszárvágással már is támadja a vezető lovat, úgyhogy Veljko Mezsics kivette őt, és még a kanyar előtt le tud csukni a többieknek. Már sok van még hátra, nagyjából ilyen jó 1500 méter, minden esetre kicsit itt felkavarta az állóvizet a favorittal, Veljko Mezsics Urilánya robbantott, és innentől kezdve ő az, aki próbálja majd kontroll alatt tartani az eseményeket. Mögötte jön a két három éves, esélyes három éves, Vitál Ergé, valamint mellette most már Villám Vill, negyedik pozíción pedig a futam kétszeres címvédője, Time to Say Goodbye. Villeneuve visszacsúszik az ötödik helyre, Urani Ergé a hatodik, a sor végén pedig Titán Vill, akinek a túloldalon volt némi problémája, ami mindig több mint egy kör van hátra a Ménesek díjából, és tulajdonképpen abszolút a favoritok jönnek most a frontban az első, második és a harmadik helyen, azaz vezet Urilány R, mellette most már ott van Villám Vill, jön Vitál Ergé, és Time to Say Goodbye is rettenetesen közel van a fronthoz. Az élen tehát az a két ló, aki a Nemzeti Ügető Liga első helyért és a legnagyobb sanszal áll csatasorba, vezet Urilány R, Urilány R mellett ott van Villám Vill, Villám Vill megpróbál mellé felügetni, a második kettős az belül Vitál Ergé, illetőleg a támadó pozícióban lévő Time to Say Goodbye, de nagyon közel van hozzájuk Villám Vill is, akit pedig Uránia Ergé, illetőleg a feltámadó Titán Vill követ. Elől tehát Urilány R. Urilány R őrzi vezető pozícióját, de egyre közelebb hozzá a támadó Villám Vill, illetőleg kibontakozik Time to Say Goodbye is, aki most már egyértelműen a harmadik pozícióban üget, lecsúszott a dobogóról Vitál Ergé. Egyelőre Villám Vill a vezető ló, azonban nem tud lecsukni Urilány R-nek, akkor, amikor következik az utolsó kanyar, mely a Nemzeti Ügetőliga utolsó kanyarja is. És Villám Vill rettenetesen erős, némi meglepetése, Villám Vill próbál távolodni Urilány R-től, Villám Vill, Urilány R, Time to Say Goodbye, és Vitál Ergé, ez a sorrend óriási küzdelemre van kirátás, hiszen Urilány próbálja még visszahozni a versenybe Veljko Mezsics. Villám Vill fazekassal vezet, mellette ismét feltűnik Urilány R, Time to Say Goodbye, a harmadik, Vitál Ergé pedig a negyedik helyen. Villám Vill halad a győzelem felé, megnyerheti a Ménesek díját, és megnyerheti akár a Nemzeti Ügetőligát, Urilány azonban visszatámad neki. Villám Vill vagy Urilány R, Vitál Ergé jön menet közben a harmadik erre, de fazekassal nem lehet megverni Villám Villt. Villám Vill meg fogja nyerni 2017-ben a Ménesek díját, és Villám Vill megnyeri a Nemzeti Ügetőligát. Villám Vill! Vitál Ergé a második, Urilány R a harmadik, mögötte jön Time to Say Goodbye a negyedik helyre, aztán Titán Vill, Villeneuve és a hibával futó Urani Ergé.
És tartal indult a 2200 méteres szezonvégi handicap mezőnye, és Purple Princess fogja magára vállalni a vezetést, hogy ezt tőle megszokhattuk, bár Linácska és Krisko Norbert nem nagyon szívesen engedni át a falat, így aztán elég gyors a verseny eleje, Ryan Peace-szel és Sarcsillaggal viszont sokkal óvatosabban kezdenek, lehet, hogy ez lesz majd a kifizetődő taktika, ne feledjük 2200 méter a versenytávja, nagyon-nagyon gyors a tempó, Purple Princess az élen, mellette most már Juliana színeit látom, benne a falon harmadik helyen Linácska, mögötte Noé, egészen kívül pedig Kesú színeit ülnek föl. Az a Kesú, aki utolsó előtti versenyét, aki az utolsó versenyét megnyerte, és a vezető lovak mögött ott van most már Hamla, a favorizált Hamla, a mezőny végén pedig Sarcsillag és Juliana. De nagyon sok van még hátra a versenyből, Purple Princess visszavette a vezetést, vagy az éremben maradt, és egy picit most már megpróbálja megfogni a tempót, így aztán 3-4-en is ránszaladnak, Linácskát már egy kicsit kézzel lovagolni kell, Linácskának elég hamar jött ez a holdpont, de talán még vissza tud majd jönni a versenybe. Hárman most már fejfejt vannak, hiszen Hamla, mellette Juliana, és nagyon jó verseny futó Purple Princess, ez az első három lovas sorrendje. Juliana pedig most már egyedül maradt az élen, őt Hamla kíséri. Juliana, Hamla, Purple Princess, továbbra is nagyon-nagyon jó a tempó, amikor még mint egy jó 1000 méter van hátra a versenyből. Juliana, Hamla, Purple Princess, benne a falon, Greenpeace-el próbálnak följebb zárkózni, Nui csúszott vissza a mezőny végére, Kesú nagyon sokat fog megint kívül menni, amikor a lovak érkeznek most már a kanyar bejáratához. A 800-as táblát elhagyva Juliana az élen, Juliana, Hamla, és a már egy kicsit erősebben lovagolt Nui, a mezőny végén pedig Linácska, úgy tűnik, hogy Linácska teljesen elkészült erejével, és most már csak a mezőny végén van, Sarcsillaggal próbálnak följebb zárkózni, Greenpeace is a mezőny második felében halad, elég könnyen jön. Még mindig vezet Juliana, Juliana mellett Hamla sokkal könnyebben galoppozik, amikor a lovak megérkeznek a befutó egyenesre. 450 méter van még hátra a versenyből, a harmadik helyért is nagy csata alakulhat ki, hiszen Nui és a kívül fordult Kesú egészen közel vannak egymáshoz, benne a falon pedig Greenpeace-nek, ha lesz helye, akkor akár még a győzelemért is küzdhet. 300-zal a vége előtt Hamla egyértelműen vezet. Hamla az első, Greenpeace-nek most már uvan útja is támadhat, kívül pedig jön Noé, Hamla, Noé. A távozlapon belül ők ketten csatázhatnak a győzelemért. Sarcsillag is időközben megjelent. Sarcsillag az utolsó 100 méteren még erős lehet. Hamla még az élen. Hamla vezet, Noé támadja. Hamla, Noé, Sarcsillag. Ez a befutási sorrend nap első futamában a szezon végi handicapben. És tartani indult az 1600 méteres nyeretlen két évesek versenye, és jól sikerült összességében az egész mezőnynek az indítás, és úgy láttam, hogy Cassino Royal az, aki vállalja magára a vezetést, és a mezőny végén pedig pillanatnyilag négyes száma Szarkazmus. Molly Kampa is nagyon jó startot tudott venni, és a cseh vendég Claudia Fonk is a közvetlen érmezőny tagja. Menzoa pedig a negyedik, ötödik pozícióban Violetta Görrel. A lovag túlsó oldal közepén járnak nagyjából 1100 méterrel a vége előtt vezet Cassino Royal. Cassino Royal, Molly Kampa, majd egy egészen tömör élmezőny következik, amikor a lovak a túlsó oldal közepén járnak már, a televél farmos lovak eléggé hátul, még mindig meg Cassino Royal az élen, amikor jön az utolsó 800 méter, Molly Kampa próbál rá tapadni, Claudia Fongot is jó pozícióban látom, benne a falon Mansua ott a negyedik helyen, és megkezd a zárkózást Miss Marple, és 13-assal Violetta Görr. Jönnek a lovak most már a kanyarba, a kanyar első harmadában még mindig Cassino Royal. Cassino Royal jó versennyel kezdett, nem volt messze, amikor hatodik helyen ért célba, mögötte Molly Kampa támadásra felkészülve, jönnek, érkeznek a lovak lassacskán a befutó egyenesre, harmadik helyre megérkezik Mansua, negyedik pozícióban pedig már az erősen lovagolt Claudia Fong. Jönnek a lovak a befutó egyenesre, Contes az, aki elég erősnek tűnik, a 400-as táblát elhagyva, miközben átvette a vezetést, Molly Kampa. Molly Kampa most már az élen, Cassino Royal ott van a második pozícióban, de a második pozíciója is még veszélyben lehet, mert Contes óriási lendülettel jön. Vezet még Molly Kampa mindig, Molly Kampa és Contes. Contes lépésről lépésre közelít a vezető lóhoz, és az utolsó 50 méteren Contes át is szalad rajta. Contes nagyon jó utolsó 400 méterének köszönhetően megnyeri a versenyt. Contes a győztes, Molly Kampa mögött a második, jól fut a cselló Claudia Fong, és a sokáig vezető Cassino Royal is. Ló a gépben, és ebben a pillanatban elindult a totalizatőr handicap mezőnye, Jack the Giant vállalja magára a vezetést, mögötte ott galopozik Origami, illetőleg Sabato színei tűnnek föl, tehát az ő társaságában ott van Lil Fast is, illetőleg Rana Valona, aztán pedig Barabauha következő résztvevő, illetőleg Ballada.
az, aki jön, aki pedig zárja a sort az számú jelen pillanatban. Az élen, tehát Jack the Giant igencsak megfontolt iramban galoppozik az élen, emellette origami színei tűnnek föl, aztán pedig két ló fej mellett, belül Lil Fast, kívül pedig Sabato, aztán ismét egy páros, a Barabau, illetőleg Rana Valona, majd Ballada, illetőleg az egyáltalán nem kiszakadt számbó követi őket. Akkor, amikor lassan-lassan kijönnek majd a kanyarból, és először fordulnak a tribün egyenesre, Jack the Giant Bakos Gáborral diktálja az iramot, mögötte, mellette pedig origami színei tűnnek föl, de hát nagyon jó pozícióban, gyakorlatilag minden lóvizen egy tömör zárt csoportot alkotnak, még az utolsó pozícióban galoppozó számból sincsen kiszakadva. Most fölér origami a vezető Jack the Giant mellé, bent a falon továbbra is Lil Fast, mögötte pedig Sabato színei tűnnek föl, aztán kívül Rana Valona, belül Barabau, aztán Ballada, és továbbra is számbó az, aki zárja a sort. Most szemmel láthatólag fokozódik az iram, erről gondoskodik Jack the Giant, illetőleg a mellette jövő origami. Szűk 2 kilométer van még hátra a versenyből, és nagyon jól együtt galopozik az egész mezőny. Origami, illetve benne falon Jack the Giant. Jack the Giant, Origami és a szlovák Lil Fast, ez az első három sorrendje, mögöttük pedig Barabu és Sabato színét látom. A mezőny végén várás a lovagolva továbbra is a kisfiúval versenyző Sambu. A lovak a lassacskán a túlsó oldalra fognak fordulni, az utolsó előtti kanyarban még mintegy 1600-al a vége előtt nincs változás. Jack the Giant az élen, mellette Origami, Jack the Giant, Origami, őket 2-3 hosszal követi Lil Fast, 5 másfél hosszal Barabu a negyedik helyen, majd megkezdi a zárkózást Rana Valona, a két zalédomítás közül Rana Valona van előrébb, Sabato hátrébb csúszik egy pozíciót, Ballada is megérkezni látszik rá, és Sambó zárja továbbra is a sort. A lovak a túlsó oldal első harmadában járnak, bő 1200 méter van még hátra a versenyből, és most már azért vannak lemaradók, egészen pontosan 3-an, talán még Ballada följebb tud zárkózni, úgy tűnik, hogy Sabato nem bírja tartani ezt a tempót, és Sambó pedig hiába kisfiúja a versenyhez, nem nagyon tud zárkózni. Az élen Jack the Giant, az a Jack the Giant, aki múlt héten gátversenyben futott még Milánóban, azonban nem bírta befejezni. Origami ott van mellette kívül, Barabu, Lil Fast is elég könnyen kézből galoppozik, és Rana Valona tartja remekül magát, Rana Valona mögé pedig megérkezik Ballada, és ha Ballada megérkezik, akkor 6-an fogják eldönteni az idei totalizatőr handicapet. 500 méter van hátra a versenyből, és Jack the Giant viszonylag könnyen vezet, most már Origamit kézzel kell lovagolni, Barabut is már erősebben kell lovagolni, szinte mindenkit erősen lovagolnak, kivéve Balladát, illetve az élen galoppozó Jack the Giantet. Jack the Giantnek 400 méter van még hátra, hogy megnyerje a totalizatőr handicapet, kívül azonban Ballada nagyon komoly ellenfele lehet. Jack the Giant, Origami, Ballada, ez az első háromló sorrendje. 300 méter van hátra a versenyből. Jack the Giant vezet Bakos Gáborral. A lovak a távoszlopnál járnak. Jack the Giant az élen. Jön Origami, jön Ballada. Jack the Giant szívósan védekezik. Jack the Giant 2-3 hosszal vezet. Folyamatosan támad Ballada. Jack the Giant azonban elől van. Jack the Giant fog győzni 3200 méterre. Jack the Giant nyeri a szezon leghosszabb síkversenyét, a totalizatőr handicapet. Remek küzdelem a második helyért, Origami és Ballada között. Jack the Giantet nem lehetett ma megnyerni a 3200 méteres távon. Starter indult a Vigazdi mezőny 1400 méteres távon, gyengén kapott lábra a Rebel is, jól kezdett Captain Fregat, és nagyon jól kezdte a versenyt Omnia Gold. Omnia Gold benne a falon, Captain Fregat szakasz szerint erősen púlózik, így is elmegy vezetni, mögötte szerencselovak színeit látom, és szerencselovak most már följön a második helyre, Mondókát megelőzze, Omnia Gold a negyedik, a középmezőnyben Opium Bullet, illetve Justice Bolt színeit látom, a mezőny végén pedig a szlovén vendég Kostyukov. A lovak most már az ezres távlán belül vannak, és Captain Fregat nagyon maga biztosan vezet. Captain Fregat, Mondóka, szerencselovag, és Justice Bold, ez az első 4 lósorrendje, majd jönnek az esztergomi lovak, Omnia Gold és Sonja, ami akkor még egy jó 600 méter van hátra a versenyből. Vezet Captain Fregat a favorit. Captain Fregat óriási tempót diktál, és vele csak Mondóka tartja a lépést. Captain Fregat, Mondóka, és úgy tűnik, hogy a harmadik helyért is majd nagy küzdelem lehet, hiszen a szlovák vendég Justice Bold, illetve szerencselovag is óriási küzdelmet vív majd a dobogó alsó fokáig. 350 méter van hátra a versenyből, és Captain Fregat még mindig az élen, Mondóka azonban elég komolyan támadja. Captain Fregat és Mondóka, mögöttük óriási a különbség, Omnia Gold érkezik, illetve Sonja. Captain Fregat első a távoszlopnál, és Captain Fregat növeli az előnyét a távoszlopon belül. 100 méter van hátra, Captain Fregat megnyerheti idei negyedik versenyét. Captain Fregat győz
Captain Fregat megnyeri a Vigaz díjat, mögötte Mondoka szerez egy értékes második helyezést, majd megérkezik Sonja, Omnia Gold és Opium Bullet. És tartani indult az 1600 méteres Szonyog István emlékverseny handicap. Jól kezd Bíbor Hajnal és vállalja magára a vezetést, mögötte Billy Tiger és Dark Demon színei tűnnek föl. Ők hárman tehát elsőként fognak kijönni majd a kanyarból, és kezdik meg majd a túlsó oldal. Mögöttük jó pozícióban Merzád mögött Vizárdész a középezőnyben, majd Burzs teljesen más taktikával próbálja lovasra lovagolni. Legutóbbi versenyük nem sikerült, a mezőny végén pedig Szulejmáni színeit látom. Bújpata most sem kezd igazán erősen. A lovak a túlsó oldal közepén járnak, és most már Búzsnak elengedi a fejét lovasa. 2-300 métert próbált meg vele spórolni, és amikor az ezres táblát elérik a telivérek, akkor Bill Tiger és Búzs vezetésével érkeznek a lovak a túlsó oldal végére. Búzs, Bill Tiger és Bíbor Hajnal. Ez az első háromló sorrendje. Benn a falon remekül tartja magát Merzelt. Könnyen kézből galopozik a vezető lovak szélárnyékában Vizardész, kívül pedig Dark Demonnak van remek pozíciója. Bújpata és Szulejmáni kivételével mindenki nagyon-nagyon jól együtt. A lovak már a kanyar közepén járnak, még mintegy 500 méter van hátra a versenyből, Burzs átveszi a vezetést, Bill Tiger pedig csúszik vissza. Burzs egy másfél hosszal vezet Bíbor Hajnallal szemben. Burzs, Bíbor Hajnal, a mögöttük pedig a harmadik pozícióban Dark Demon színét látom, kívül jön Merzát, középen pedig keresi a helyét Vizardész. 350 méter van hátra a versenyből, Bíbor Hajnal átvette a vezetést, Burzs elfáradt, Bíbor Hajnal az élen, Bíbor Hajnalnak 2-3 hossz az előnye, most indul még csak el Vizardész, Bíbor Hajnal azonban nagyon erős, 150-nel a vége előtt Bíbor Hajnal nagyon magabiztosan vezet az élen. Bíbor Hajnaltól nem nagyon lehet elvenni ezt a győzelmet, küzdelem csak a helyezésekért lehet. Bíbor Hajnal vezet, jön a tréningtárs Merzát, ő is ott lesz a dobogón. Bíbor Hajnal, Vizárdész, Merzát, Bubipata és Dark Demon a befutási sorrend a Szúnyog István emlékversenyben 1600 méteren. És tart elindult az 1800 méteres Borai László emlékverseny Ürményi díj, és két ló Fonzel, illetve nem benne ki nélkül vágott neki a versenynek a mezőny. És jól kezd Rolex Boy Ifeb Kozma Istvánnal elmegy vezetni mögötte az esztergomi tandem, majd mögöttük negyedik pozícióban Szingli színét látom a mezőny végén Magisztrát. Elég fogott a tempó, ez nem véletlen 1800 méteres távon a csikóknál. Próbálja Rolex Boy megspórolni a versenynek az első szakaszát. Ez a tempó nem mindenkinek felel meg, így aztán Ty Knight-tal Jan Havlik ére fog állni, amikor kijönnek a televédek a kanyarból, viszont gyorsít Rolex Boy is, így aztán ketten fejfejt vezetnek. Rolex Boy és Ty Knight azért mindenára nem akar vezetni, így beül inkább a vezetőló mögé. Lalianga és Just Mine egymást figyeli, mögöttük ötödik pozícióban Magisztrát színeit látom, amikor lassan a lovak a túlsó oldal második feléhez érkeznek. Bő 900 méter van még hátra a versenyből, Szinglit kell egy picit kézzel lovagolni, a lovak pedig megérkeznek a kanyar bejáratához. Vezet Rolex Boy az élen, meget belette Ty Knight, harmadik pozícióban pedig Magisztrát, 2-3 hosszal következnek majd csak Laliangával, illetve Just Mine-nal, a mezőny végén Szingli. Rolex Boy jó verseny fut, Rolex Boy még mindig az élen, Rolex Boy tartja ezt az egyhosszas előnyét az élmezőnnyel szemben, mögötte Ty Knight, kívül pedig Magisztrát, és szépen megkezdi a zárkózást, de nagyon kívül Lalianga teljesen kívül fog fordulni, abszolút tudatosnak tűnik ez a taktika, míg istálló társa Just Mine pedig a vezető lovak mögött. A lovak már a távoszlopomhoz közelítenek, és Rolex Boy óriási fölénnyel vezet. Rolex Boy 3-4 hosszasra növelt időközben az előnyét. Rolex Boyt innen már nehéz lesz elkapni. 150-nel a vége előtt Rolex Boy, Magisztrát és egészen kívül Lalianga. Az utolsó 100 méter sem okoz már igazán komoly izgalmakat, hiszen Rolex Boy szinte végig vezetve meg fogja nyerni a versenyt. Rolex Boy a győztes, szép küzdelem a második helyen, itt a célfotó fog dönteni Magisztrát és Lalianga között. Start elindult a verseny, Havanna handicap 1200 méteres távon, és nagyon jól kezd Nimble Fighter 2-3 hosszas előre teszert, rögtön az indítást követően Foxcatcher mögötte a második pozícióban, Pokolfajzat remekül kezd, nagyon jól együtt galapozik az egész mezőny, Juniperus próbál zárkózni Stanerevicssel, Ben a falon próbál följebb jönni, Nakul Patta a favoritok egyik favorit, egészen kívül pedig jön a szlovák vendég Hejlak.
A lovak már a kanyarban járnak, a 600-as táblát elhagyva még mindig vezet Nimble Fighter. Nimble Fighter és Foxcatcher kettőse hozhatja majd a lovakat a befutó egyenesre. A vezető kettősnek van 2-3 hosszas előnye többiekkel szemben. Kristály nagyon sokat javított a pozíció, legutóbb 3200 méteren indult gátversenyen, most pedig 1200-re vették vissza, és ezt meghálálhatja. Nimble Fighter nagyon jó versenyt fut, 300 méter van még hátra a versenyből. Nimble Fighter, Foxcatcher, ez az első két ló sorrendje, benne a falon Rokoszi Viszakó remekül tartja magát, Noklupata a favorit, nem jön tud jönni. A távolszlaptál Nimble Fighter még mindig nagyon erős. Nimble Fighter több jó helyezés után most győzhet, most hazaérhet, elindult azonban időközben Meriva. Az utolsó 100 méter nagyon meleg lesz Nimble Fighter számára, Michelin most már vezet Meriva, és Meriva a championnal megnyeri a versenyt. Champion lovaglás Merivával, Stanislav Georgiev győz. Remek, jól átfutott 1200 méteres versenyben, Meriva nyeri a futamot. Starter indult a viszontlátásra, handicap, Asako nagyon rosszul indult, így aztán a gyenge esélyt képviselő Telivér már rossz pozícióban. Jól kezdett Luckstone. Luckstone vállalja magára a vezetés mellette, Varda színei tűnnek föl benne a falon, kívül pedig Matrix, a helyből gyors Matrixot látom, a vezető hármas mögött pedig Riddick tartja a negyedik pozícióját, sárvány előtt galoppozva. A lovak elhagyták az átjárót, az ezeres táblához érkezve Luckstone még mindig vezet. Luckstone, illetve Vardat kedvező pozícióban a falon mögötte, jól tartja magát sármány, kívül harmadik spurban Matrix színeit látom, mögötte próbál följebb zárkózni Illendő, illetve Sandusky Times egyelőre még csak a középmezőny második felében halad a nagy favorit. A lovak már megérkeztek a kanyarba, még mintegy 600 méter van hátra a versenyből, és most már egyedül maradt az élen Vardat az élen, folyamatosan csúszik vissza Luckstone most már csak az ötödik helyen, Matrix nagyon erős most is, zárkózóban van Suttogó, a Suttogó hátán pedig most már Sandusky Times színei látszanak, de nagyon-nagyon kívül fordul a favorit, ez még sokba kerülhet neki. Átvette a vezetés Suttogó, a 400-as táblánál Suttogó elő van, itt a hölgy lovasok vannak óriási előnyben a végén, Suttogó és Matrix óriási küzdelem a győzelemért, a távozlaphoz Suttogó érkezik először, jön támad Illendő, Suttogó, Matrix, Illendő, az utolsó 100 méter fog dönteni, Suttogó biztosan nyerheti ezt a versenyt, Suttogó a győztes, Suttogó fog nyerni, Suttogó, Illendő és Matrix, ez a befutási sorrend a 2017-es galopszezon utolsó futamában. A Dino Sport híradó autós partnere a Premium Autóház Kft.